Kedves nézőink, az Európai Mobilitási Hét keretében tartott előadást dr. Péntek Zoltán 140 kg-tól a maratonig címmel. Az eseményen mi is ott voltunk. Zoltán, elmondanád, hogy mi motivált abban, hogy életmódot váltsál? Hát igazándiból az életmódváltás az egy diplomaosztó ünnepséghez kötődik, aminek az volt a lényeg, hogy Budapestre kellett fölmenni, és ott egy szűk mosdóba átöltözni, és amikor konstatáltam azt, hogy minden egyes apró mozdulat után izzad az ember, akkor döntöttem végleg úgy, hogy ezt módosítani kell, és ezen az életmódon változtatni kell, és valahogy tovább kell lépni ezen a súlyfölöslegen. És te gyerekkorod óta küzdöttél súly problémákkal? Igen, sajnos az a helyzet, hogy én nagyon sok más emberhez hasonlóan többször visszaszedtem már azt, amit nagy keservel sikerült leadni, és ez az életmódváltás 2011-ben, amit elkezdtem, ez pont azért kezdődött, illetve pont az volt a motivációja, hogy azt a rengeteg energiával leadott súlyfelesleget, azt ne kezdjem egy jó-jó effektussal újra visszaszedni, vagy esetleg még többet visszaszedni, mint amennyit sikerült leadni. És miért pont futást választottad? Hát ugye igazándiból az elején az tűnt a legegyszerűbb sportnak, hogy az ember itt Ajkán a Városligetbe elkezdjen a tó körül mozogni, hiszen ha valaki belegondol, akkor ehhez semmi olyan extra felszerelés nem kell, ami egyébként bárki számára nem érhető el, hiszen egy néhány ezer forintos futócipővel el lehet kezdeni ezt a sportot. Nem szükséges az, hogy egyből 40, 50, 60, 70, 80, 100 ezer forintért kezdjen el valaki magának felszereléseket vásárolni, hiszen egy néhány ezer forintos eszközzel el lehet kezdeni. Úszni mindig szerettem, tehát kiegészítésként azért az úszást sem hagytam abba, illetve azt is igyekeztem minél többször űzni, úgyhogy így kezdődött ez a történet. És most hetente mennyi időt töltesz edzéssel? Hát igazán úgy lehetne megfogalmazni, hogy az az ökölszabály, amit igyekszem tartani tulajdonképpen 2011. novembere óta, hogy minden héten legalább 42-45 kilométert szeretnék lefutni. Hát ez most már egyre kevesebb idő alatt sikerül, tehát ahhoz képest, hogy az első időszakban az öt kört a tó körül azt 35 perc alatt tettem meg, hát most már inkább 8 vagy majdnem 8 kör megy ugyanennyi idő alatt, tehát azt mondhatom, hogy az edzésidő az tulajdonképpen ebben az értelemben csökken, viszont tekintve azt, hogy igyekszem egyre hosszabb távokat fölvállalni versenyeken és elindulni ilyen ultra, illetve szupermaraton versenyeken, azért az aktív felkészülési időszakban ez az idő, ez legalább napi egy óra. És évente hány versenyen veszel részt? Hú, ez egy jó kérdés. Egyszer meg kéne számolni, hogy hány versenyre megyünk el. Azt mondhatjuk, hogy igazán a saját versenyünket természetesen leszámítva igyekszünk az összes nagy budapesti versenyre elmenni. Illetve az őszi időszakban azt mondhatom, hogy augusztus végétől október elejéig szinte minden egyes hétvégén van valamilyen rendezvény, ahova megyünk. Tehát én azt mondanám így hirtelen 8-10 versenyen biztosan elindulunk egy évben. Beszélni egy kicsit arról, hogy az életmódváltás következtében a táplálkozási szokásaidon változtattál-e esetleg? Igen, azzal együtt, hogy nem vagyok dietetikus, én úgy gondolom, hogy mindenki számára megtartható az az alapszabály, hogy az esti étkezésen próbáljon meg lehetőség szerint visszafogni, illetve ügyeljen olyan alapszabályokra, hogy a cukros üdítőket, illetve a szénhidráttal és zsírral dúsított chipseket, tropikat, egyéb nasolnivalókat, azokat próbálja meg kiiktatni az életéből, és a tévé előtt ülve lehetőség szerint inkább próbáljon a nézett műsorra koncentrálni, mint arra, hogy akkor esetleg kis sörrel, üdítővel, chipszel, ezzel-azzal köti le a fölös energiáit, és igyekezzen mindenki minél több zöldséget, illetve zsír nélküli ételt fogyasztani. Mit üzennél azoknak, akik szeretnének sportolni és életmódot váltani, esetleg súly problémákkal küzdködnek? Az első és talán a legfontosabb üzenete ennek a dolognak az, hogy soha nem késő váltani. Soha nem késő azt mondani, hogy akkor itt a pillanat, hogy akkor nekiálljak valamit csinálni. Én úgy gondolom, hogy senkinek nincsen szégyennivalója akkor, amikor a sportnak nekiáll. Senki ne féljen attól, hogy most akkor mit fognak szólni a szomszédok, mit fognak szólni a tó körül futó másik emberek, akik már hosszabb ideje űzik ezt a dolgot. Senki nem fogja őket sem kinevetni, sem kigúnyolni.
A fő cél az, hogy rendszeresen, minél többször kimozduljunk, és én azt gondolom, hogy aki megteszi azt a lépést, hogy 3-4-szer elmegy és egy héten, és sportol, bármilyen sportban is legyen az futás, úszás vagy kerékpározás, akkor megtett egy hatalmas nagy lépést afelé, hogy az egészséges életmód jegyébe elkezdje a saját életét megváltoztatni. Esetleg van egy emlékezetes pillanat a sportmúltadból, amit szeretnél elmondani? Természetesen több is. Én azt gondolom, hogy az egyik meghatározó élménye az életemnek az, amikor az első maraton végén beértem 2012. októberében. Azt hiszem, hogy mindenki számára van olyan pillanat, amire hosszú éveken keresztül emlékszik. Az én számomra ez egy olyan pillanat volt, amikor a hősök teréről beérve az 56-osok terére az utolsó 100 métert azt végigbőgtem, és az pörgött a fejemben, hogy hogy lehet az, hogy a középiskolába tesi felmentett eljut odáig, hogy egy 42 kilométeres versenynek a befutójába találja magát, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen élmény. De az a helyzet, hogy az ember, ahogy megy előre, mindig vannak olyan versenyek, ahol más dolog miatt ugyan, de valami emlékezetessé teszi. Ugyanígy emlékezetes az első párosban végigfutott Balatonkör, de ugyanúgy emlékezetes a Márkkal, edzőtársammal végigfutott és ledarált Balaton szupermaraton. Tehát mindegyik verseny jelent valami olyan pluszt az embernek, amire szívesen visszaemlékszik.